Kegyelem, békesség nektek Istentől, ami atyánktól és az ő fiától, ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai Isten tiszteleten is. Együtt vagyunk vasárnap, Úrnapon, azért, hogy megvalljuk Isten és egymás előtt, hogy mi őhozzá tartozunk, mi az ő népe vagyunk, ő pedig a mi Istenünk, őneki köszönjük meg azt a gazdagságot, örömöt, amit akár az elmúlt időszakban megélhettünk, és mivel ő a mi Istenünk, és mi őhozzá tartozunk, ezért őhozzá visszük a mi nehézségeinket, nyomorúságainkat és küzdelmeinket. Ez a mi hitvallásunk, és ez a mi hitvallásunkból fakadó Isten tiszteletünk. Máté evangéliumából, az 5. részből, a 13. verstől kezdődően, a 16. versig. Így mondja Jézus a hegyi beszédben. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Gyertek, álljunk fel és imádkozzunk! Urunk, előtted vagyunk, mint a te néped, közösségben, találkozásban egymással. Jó dolog látunk a másikat, váltanunk vele szót, tudni, hogy hogyan van, éppen jól, vagy éppen valamilyen küzdelemben és nehézségben. Összeköt bennünket az, hogy itt vagyunk. Már nem a hely fontos számunkra, nem a berendezési tárgyak, az a fontos, hogy eléd jöttünk, a mindenható elé. Eléd, a te igéd elé, amely több száz, sőt ezer éven keresztül őriztél nekünk is, és a mi feladatunk, hogy őrizzük azt utódaink számára is, nem pusztán könyvformában, hanem ismeretben és hitben és szívben. Itt vagyunk együtt előtted, nem csak az igéd előtt, hanem reméljük, várjuk, hogy a te szent lelked által, azelőtt a Jézusi kinyilatkoztatás előtt, ahogy te megmutattad nekünk, hogy kicsoda vagy igazán, hogy ki vagy te. Segítettél számunkra, hogy ne az elképzeléseink, ne a vágyaink, ne a különböző motivációk által született istenképeink legyenek azok, akikhez mi idejövünk, hanem Jézus Krisztusban megmutattad önmagadat. Így állunk most meg előtted, élő Isten, aki olyan drágának tartottál bennünket, hogy megjelentél ebben a világban, emberi formát fölvéve, és megmutattad a te dicsőséged és a te hatalmadat, nem abban, vagy nem pusztán abban, ahogy jól tartottál 5000-eket, ahogyan visszaadtál elesettnek, nyomorultnak újra lehetőségeket arra, hogy az életet saját maga rendezze, mert felépült a lába, vagy mert újra látott, hanem megmutattad a te magad dicsőségét abban, hogyan vállaltad a legnehezebb utat, a szenvedés útját. Ez volt az, ami a te utad volt, ami előtt gyermeki módon nem elmenekültél, hanem amihez felnőtt módon odaálltál, és végig jártad, mert szeretted volna, ha nem csak beszélünk, nem csak feltételezéseink vannak a szeretetről, hanem tudjuk azt, mert végigcsináltad. Ó, hány olyan helyzet előtt állunk, Istenünk, mi is, akik most itt vagyunk, hogy a felnőttség nagy iskolájában újra vizsgázhatunk a szeretetből. Bocsáss meg nekünk, akik elmenekülünk. Bocsáss meg nekünk, akik elbújunk, akik másokra mutogatunk, akik másokat hibáztatunk,
akik újra és újra gyermeki metódusokat veszünk fel, és nem értjük meg, hogy mit jelent a felnőtt hitélet a hétköznapi életben. Köszönjük, hogy bűnbánatképpen ezt elétálhattuk most, elmondhattuk ezt most neked, letehetjük ezt most eléd, és várhatjuk, hogy szent lelked legyen az, aki új utakat mutat számunkra, de nem csak fejben, hanem szívben. Nem csak megmutatod az utat, hanem erőt is adhatsz hozzá, motivációt adhatsz hozzá, felszabadíthatsz bennünket arra, hogy betöltsük napról napra azt a küldetést, ami a szeretet legnehezebb útja. Szeretné téged, és szeretné a másik embert. Köszönjük, hogy meghívtál minket erre az életre, azért, hogy járjunk rajta, ne csak beszéljük róla. Így segíts meg bennünket, szent lelked által, most is. Amen. Olvasom a Bírák könyvéből, a 6. részből, a 25-től a 32-ig tartó ige szakasz. Abban a sorozatban elkezdtünk a következő szakasz, ez tehát Bírák 6, 25-32. Ugyanazon az éjszakán ezt mondta neki az Úr, vígy egy bikát apád barmai közül, és egy kifejlett, vigy egy bikát apád barmai közül, egy kifejlett 7 éves bikát. Rombold le apád Bál oltárát, a mellette levő szent fát pedig vágd ki. Azután építs oltárt Istenednek, az Úrnak, ennek az erődnek a tetején a kőrakásból. Vedd a bikát, és áldozd fel égő áldozatul a kivágott szent fahasábjain. Gedeon 10 embert vett maga mellé a szolgái közül, és úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr. De nem merte nappal megtenni, mert félt apja háza népétől és a városbeli emberektől, ezért éjjel tette meg. Amikor másnap korán reggel fölkeltek a városbeli emberek, látták, hogy a báloltárát lerombolták, a mellette levő szent fát kivágták, a bikát pedig feláldozták az imént épített oltáron. Ekkor ezt mondták egymásnak, vajon ki tette ezt? Addig kérdezősködtek és kutattak, míg megmondták, Gedeon, Joás fia tette ezt. Akkor ezt mondták a városbeli férfiak Joásnak, hozd ki a fiat, meg kell halnia, mert lerombolta a Bál oltárát, és kivágta mellőle a szent fát. Joás azonban ezt mondta mindazoknak, akik szembeszálltak vele, ti akartok perelni a Bálért? Ti akarjátok megmenteni őt? Aki perbe száll érte, az meg fog halni reggelig. Ha Isten ő, akkor pereljen ő magáért, amiért lerombolták az oltárát. El is nevezték Gedeont azon a napon Jerubbaalnak, mivel azt mondták, pereljen vele a Bál azért, amiért lerombolta az oltárát. Belekezdtünk egy sorozatba a növekedés címmel. És világossá tettük, hogy ez nem csak gyermekek, hanem felnőttek témája is lehet. Ez ige szerint. És éppen a múlt heti ige szakaszban is találkoztunk a növekedés kérdésével, ahogy 2 hete is. És láttuk azt, hogy a növekedésnek az egyik lehetősége lehet az, múlt héten ezt láttuk, Isten újra és újra nagy feladatokat állít mi elénk. Katinka lányomnak tegnap készítettem egy létrát, és ezzel most nem az ezermesterségemet dicsérem, mert úgy vagyok ezzel, hogy nekem nem kell engem fél évente emlékeztetni az ilyen típusú feladatokra, nem felejtem el, de nagy sokára végre elkészült egy kötél létra a fűzfánkra. Ez a kötél létra, amelyiken hát fel lehet mászni a fára. És nem sikerült elég hosszú kötelet vásárolnom,
Így valóban olyan lett, mint a matrózok képzelt világa, szerintem a matrózok és sem ilyen természetesen, hogy ez a kötél miközben másznak föl rá, egyébként első osztályú termék, hát alul nincs kirögzítve, tehát ahogy megy föl, ez a kötél dől balra, dől jobbra, igazi kihívás. De először nem ezt gondoltam. Katinka elkezdett mászni rajta, és láttam, hogy hát, ez így nehéz. Túl nehezet csináltam. Hát a második fokig följut, de aztán lengedezik, erőlködik, nem lesz ez jó. Már majdnem elkezdtem csépelni a magam csodálatos munkáját, amikor láttam, hogy Katinka megpróbálja negyedszer is. Megpróbálja ötödször is, ég is az én lányom. De hogy ahogy próbálkozik folyamatosan, a 8.-9. alkalommal följut. Megküzdött vele. Nehéz volt, de aztán úgy dicsértem magamat, hogy de jó, hogy rövidebb kötelet vettem. És nem csak úgy föl kell rajta menni, mint egy létrán. Hanem az benne az izgalom, hogy ez lengedezik, erőlködni kell, dolgoznak az izmok, ugye? Tehát itt már is az aerobik karcsival beindul, és aztán föl tudott menni. Megerősödött. Nagy feladat előtt állt, apai szívem aggódott, vajon meg fogja tudni ezt ugrani, és hál' Istennek, hogy sikerült, és élményé vált számára. Természetesen nem gyerekekről van szó, hanem az igében Gedeonról, arról a Gedeonról, aki a legkisebb apja családjában, és maga az egész család is abban a nemzetségben a legjelentéktelenebb. Ezt a szót olvastuk az igében. És ehhez a Gedeonhoz lép oda az Úr angyala, és mondja azt neki, hogy szabadítsd meg az Isten népét abból az elnyomásban, amiben most benne van. Mert, és semmi gond annak, aki nem volt itt múlt héten, vagy két hete, egy olyan igeszakaszba léptünk bele a Bírák könyvébe, amikor azt látjuk, hogy Isten népe egy idegen nép elnyomása alatt van, a midianiták elnyomása alatt van, akik gyakorlatilag gazdaságilag kizsigerlik őket. Vetni még engedik őket, aratni már nem. A termésért eljönnek. És mivel katonai fölényben vannak, erőfölényben, ezért összegyűjtik a termést. Egyfajta szolgasság, egyfajta rabszolgasság, cselédség, nem tudom, hogy mondjam ezt. És ebben a nyomorult állapotban Gedeon mellé odalép az Isten angyala, és azt mondja neki, hogy szabadítsd meg ezt a népet ebből az elnyomásból. És Gedeon, aki korábban az angyali dialógusban panaszkodik arra, hogy hol vannak Isten nagy tettei, sokat gondolkodtunk el a múlt héten, az ahelyett, hogy panaszkodásképpen engedni az Isten angyal, hogy panaszkodjon, hogy másokra mutogasson, azt mondja, itt van egy nagy feladat. És a nagy feladatban fel tudunk nőni. És azzal zártuk, és így kapcsolódunk bele a mai történethez, hogy azt gondolnánk, hogy felnőni ezekben az ügyekben azt lehet, hogy kipipálom az 5. osztályt, kipipálom a 6. osztályt, kipipálom a 7. osztályt, egyre ügyesebb vagyok, egyre jobb vagyok, mintha Isten azt akarná megtanítani. Nagy feladatok által nekünk. Mi lehet, hogy ugyanakkorák maradunk. Lehet, hogy észrevesszük, hogy még ennyire se vagyok nagy. Még egy kötelet se tudok jól megvásárolni. De Isten milyen nagy, hogy az én kicsinységem ellenére nagy feladatok véghez jutalira nem csak megbíz, hanem végigviszi. Életünk ellen telik, nem csak múlik, hanem telik. Ebben az életben ez egy legizgalmasabb lecke megtanulni Isten nagyságát, és ebben növekedni. És így vagyunk most itt, ebben a szakaszban, a Gedeoni történetben, egy olyan rész előtt, amit itt felolvasva hallottuk, még mielőtt nekivágna a Gedeon annak, hogy a midianitákat lekasszabolja, valami egészen mást kell csinálnia. Hitvallást kell tennie. Hitvallást kell tennie. Így is mondhatnám egyből, növekedésünk nem csak a nagy feladatokkal kapcsolódhatik össze, hanem a hitvallás lehetőségével, sőt, szükségszerűségével is. Gedeont meghívja Isten arra, hogy
Építs egy oltárt, áldozd fel azon apád egyik 7 éves kifejlett nagy állatát, marháját, bikáját, de ezt tedd úgy, hogy apád udvarában egy másik oltárt, azt rombolj le, ez egy Bál oltár, úgy van leírva, hogy Baál, és ez egy az ottani népek, az ottani környező népeknek éppen fogva tartott az istene, amelyik termékenységi kultussal függ össze, szóval azért is áldoztak rajta az izraeliek ennek a Bál nevű istennek, hogy rendben, hogy Jahve a történelem ura, a mi Istenünk a történelem ura, mert így tanultuk, Egyiptomból kihozott bennünket, a történelem nagy tettei a nevéhez fűződnek, de hát itt és most be kell aratnom, itt és most kell, hogy nagy családom legyen, vagy a feleségem termékeny legyen, úgyhogy biztos, ami biztos, áldozok az itteni népek istenének is, Bál istennek is. És még mellé a biztonság kedvéért a nőnemű kicsi viszonyatot is oda tették, és egy szent fát is ott tiszteltek, hogy biztosan, hogy biztos bebiztosítsuk magunkat. Van egy oltár, azon a Bál istennek, a termékenység istennek, és egy szent fát is mellé ültettünk, amelyek ugyanennek a női szimbólumát próbálja meg jelképezni. Meghívja Isten Gedeont, hogy rombolja le ezt az oltárt, vágja ki a fát, ezen az oltáron építse újra, a fát hasogassa össze, és az élő Istennek áldozzon fel ott egy bikát. Gedeon megteszi, éjszaka ugyan, de nyilvánvalóvá lesz ez nappal, és akkor, amikor az emberek el akarják őt fogni, akkor az apja odajön ki, és azt mondja, hogy ha valóban létezik, ha valóban Bál most sérelem érte, ha valóban Bál istenséget most sérelem érte, akkor nincs szüksége neki a ti védelmetekre, mondja ott az embereknek, akik ott megpróbálják megvincselni és megölni Gedeont, hanem majd Bál fog magáért perelni, ha nem tetszett ez Bálnak, majd biztos agyon sújtja Gedeont. Ez a történet. Újra mondtam, jól értsük, mert nem mai. Eleve egy ilyen oltárépítés olyan furcsa. Szóval azt gondolom, egyikőtök kertjében sincs ott egy csinos Bál oltár, meg szent fák. És meggyőződésem, hogy nem úgy szoktunk tiszteletet tartani, hogy a 7 éves bikát feláldozzuk rajta. Változnak a korok, a szokások, a kifejezésmódok. Például 1517-ben nem oltárt épített Luther, de fogta, és egy 95 pontból álló listát kiszegezett a Wittenbergi vártemplom kapujára. Ott akkor az volt a hitvallás. Ott akkor nyilvánvalóvá akarta tenni, hogy ő miben hisz, kiben hisz, és hogy mindehhez, az ő hitéhez mi tartozik hozzá, és mi nem. Ez a 95 pont tartalma. Nem gondolom, hogy örülnék neki, hogyha a leendő templomunk kapujára kiszegeznétek különböző pontokat. Egyáltalán nem örülnék neki, a presbitériumnak bánne nem ők sokkal szigorúbbak, mint én, és biztos, hogy elkapnák azt a gyülekezeti tagot, aki így akarna hitvallást tenni. De akkor hogy lehet hitvallást tenni? Ez az ige kérdése. Nem jött még erre választ. Adunk, meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit jelentett ez a hitvallás ott és akkor. Meg kell értsük ennek a hitvallásnak az ott és akkor is súlyát. Meg kell értsük, hogy mit jelentett ez ma. Aztán a formákra, meg majd a végén rátekintünk egy picit. A hitvallás ott és akkor egyrésztről testvérek azt jelentette, hogy ez a Gedeon az életével játszott. Ez nem szükségszerű, ez nem minden történelmi helyzetben van így. De ott és akkor Gedeon tudta ezt, hogy ez egy veszélyes terep, ezért is ment éjszaka. Ezért is adta maga mellett a 10 embert este, és ezért is történt mindez ez az áldozati oltárhajtás éjszaka, mert nyilvánvalóan reggel már jöttek, és az életét követelték. Ez életével játszott. Miért? Mi vitte rá erre? Hitvallás mögött a szó segít nekünk, mindig ott áll a hit. A hitvallás mögött mindig ott áll a hit. Ezért jó sorozatban prédikálni nekem,
Egy lelkész kollégámmal találkoztam héten délelőtt, és megbeszéltük, hogy vajon a sorozatokat csak mi szeretjük, lelkészek vagy gyülekezeti tagok, és ez rejté, de mi nagyon szeretjük a sorozatokban való prédikálást. Hát éppen a múlt héten, és az előtti héten, ott láttuk azt, hogy Gedeon egy nagyon személyes találkozást él át Istennel. Azt mondja neki az ige, az Isten az angyala, azt üzeni az Úr, én veled leszek. És ott is épít egy oltárt, ez az Isten élménye, ott is hozzákapcsolódik egy Isten tisztelethez, és átjárja őt, ezt olvastuk az igében, a békesség valósága. Van egy Isten élménye, ebből fakadt egy békesség, és annak a tudása is ismerte, hogy Isten azt ígéri, én veled. Ez egy rettentő személyes kapcsolódás. Nem ismerete van Gedeonnak, hanem személyes élménye is. Ez a hit. És így lesz készé arra Gedeon, hogy hitből, hitvallás szülessen, még akkor is, hogyha ezzel kockáztatja az életét. Másodszorra nézzük meg, mi a hitvallás egyik lényege. A hitvallás egyik lényege az az, hogy világossá teszem, hogy én kiben hiszek. Istennek épít itt egy oltárt Gedeon, az élő Istennek. Demonstrálja, hogy az ő legszemélyesebb környezetében, a család fészekben, az otthonban megmutatja, én itt építem meg az oltáromat, Józsué szavaival élve, én és az én házam népe, az Urat szolgáljuk. Tehát ez egy igen. Ez egy igen. Szabad így mondani? Gedeon voksolt Istenre, és azt mondta, hogy igent mondtam az élő Istenre. És azt mondta, elsősorban az élő Istenre mondok igent. Őt tartom mindenek urának, itt és most. És ehhez kapcsolódóan, a hitvallás tartalmához kapcsolódóan azt kell lássuk másodszorra, hogy ez az igen, ez szült egy nemet is. Megszületett egy nem. Ha egyszer Istent hitben megtapasztaltam, most hitvallást teszek róla tudványnak kockázatát, ezt azért teszem, és azért mondok igent, mert közben ezzel együtt nemet mondok másokra is. Ez ismeretlen abban a korban. Mert egyszerre akarták az összes kultuszt gyakorolni. De azt mondta Gedeon, Isten megbízására, romboljuk le ezt az oltárt, vágjuk ki azt a fát, mert ezek nem Istenek. Ezeknek nincs erejük. Ezek gyengék, ezek hamisak, ezek félrevezettek minket. Ez nem jó útra megy. Tartalmilag tehát nem csak emberekkel ment szembe, hanem egy kultúrával is. Egy kialakult kultúrával, egy közösségi kultúrával szembe ment Gedeon. Azzal, hogy annak tartalmát, ideológiáját elutasította. Mert azt mondta, ő az élő Istent tartja mindenek felett való Úrnak. Hitvallást tett, mert volt hite, hitvallást tett, és ezzel igent voksolt Istenre, és nemet voksolt bárra, és mindarra, ami ezt a kultuszt érintette. Mit jelenthet ez most? Nem 1517-ben, hanem 2019-ben, a mában. Hadd legyen ennek közösségi és egyéni vetülete. Mit jelent az, amikor azt tudjuk mondani közösségileg, hogy hitvallást tettünk az élő Isten mellett? Engedjétek meg, sosem szoktam politizálni a szószéken, és engedjétek meg, hogy most sem csak úgy politizálgassak a szószéken. De engedjétek meg, hogy annak a lehetőségét
lehet, hogy nincs így, előbb megmutassam, hogy vannak emberek, vagy akár a kultúránkban megjelenő valóság az, hogy a politikát mindenek fölé emelik. Talán ezzel vitatkoztok, de el tudom képzelni, mert láttam már olyat, hogy valaki világossá teszi, ha ez vagy az nem történik, ha ő vagy ő nem lép be, nem ő nyer, összedől a történet, mert mégiscsak gazdaság és pénzügyi kérdés minden. És ezzel a lelkülettel meg szokták kérdezni a lelkészeket, tiszteletes úr, kire szavazzunk, tiszteletes úr, kire szavaz, és hogy gondolja, és különben is, az egyház hogy gondolja. Nem a politizálásra, nem politikamentességre buzdítok, majd mindjárt értitek. Mert maga a Szentírás nem teszi ezt. Ha itt volt, ha hallottuk, az, egyszerűen csak olvastuk, hogy volt is róla igehirdetés a Krónikák könyvéről, Isten világossá teszi, hogy a vezető felelőssége súlyponti egy közösség életében. Világossá teszi az ige, hogyha egy jó vezető van egy nép életében, akkor jól fog menni a története, és hogyha egy rossz vezető van a nép életében, akkor rosszul fog menni a története. Ez az igében világosan benne van. Az ige nem választja viszont külön, és hozzá kellett újra is tenni gazdasági és pénzügyi kérdéseket, lelki kérdésektől, és az igében éppen az van, hogy az számít jó vezetőnek, aki azt mondja, és azt is teszi, amit az Isten, amire az Isten meghívta, úgyhogy mi személyes életünkben a saját kis felelősségünkben is igyekszük ezt megtenni, és az a rossz vezető, aki elutasítja, és nem azt teszi, amit Isten mondott, ezt látjuk az Ószövetségben végig. Tehát ennél egyértelműen beszélni, mint az Ószövetség beszél arról, hogy a vezetőknek felelőssége van, és hogy ez a felelősség nyilván gazdasági, hát itt is egy idegen nép uralma alatt élnek, de a gyökerében újra és újra ezt fedezzük fel. Ez egy zárójeles megjegyzés volt most, mert azt szerettem volna mondani, hogy ezzel együtt mégis, amikor megkérdezzük, tiszteletes úr, így vagy úgy, akkor nincsen meg a kísértés, nincsen meg a kísértés arra nézvés, hogy szép-szép jó-jó az Isten dolog, de végülis mindent a politika dönt el. Aranyos, hogy itt összejövünk, itt vagyunk, beszélünk erről, de ki kell fejeznünk, pozícionálnunk kell magunkat nekünk, keresztény embereknek, egyháznak, a Krisztus ügynek, a politikához. Nekünk kell pozícionálni magunkat föléjük, mert ők vannak mi fölöttünk, mert ő nagyobb, mint mi. Ez az ige, hadd legyen most egy ilyen szempontból leleplezés az én, te vagy bárkinek a szívében. Egy közösség életében nem játszhatnak emberek és izmusok Istent. A történelem ura az a Jézus Krisztus, akit mi rendben idejövünk vasárnap, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten közösségében dicsőítsünk. De éppen ez szabadít fel bennünket arra, hogy amíg ha most demokráciában élünk, demokrácia van, egy friss demokrácia, 30 éves demokráciában itt élünk, szokjuk még ezt a dolgot, még idő lesz, még eljutunk Svájcig, ahol annyi népszavazás van, hogy Dunát lehet velük lekeszteni, vagy nem Dunát, hanem nem tudom, mi folyik, mert elfelejtettem a folyó nevét. Szóval ez egy érdekes dolog, de éppen szabadít fel bennünket, mert nem várjuk, értitek? Nem várjuk politikustól, hogy Isten legyen. Fordítva ülünk a lovon. Bocs, hogy ezt mondom, bocsánat, hogy ezt mondom, de csak rossz közül választhatunk. Mert emberek lesznek. Értitek? Értitek? És ezzel, hogy ezt a megfosztjuk ettől az istenitől a politikát, szabadulunk fel arra, hogy csak rosszat választottunk. Bocsánat, csak rosszat választottunk, mert emberek lesznek, és meg lesznek kísértetve, mint ahogy minden vezetőnek van kísértetve. De bennünket Pál apostol alapján az ige arra szólít fel, hogy imádkozzatok a vezetőkért. Pál apostol nem élt a demokráciában. Ő nem szavazta meg, hogy ki legyen a császár, őt nem kérdezték meg. Ott volt egy autokrata berendezkedés, és azt mondta, hogy ahelyett, hogy kiépítenünk most itt hirtelen a demokráciát, és azt mondanák, hogy minden a politikán múlik, és gazdasági, és nem tudom milyen folyamatokat kell elindítani, Pál a megváltót hirdette, mert felismerte, hogy ő van mindenek fölött. És azt mondta, egyébként, meg nekünk az a dolog, hogy imádkozzunk, azért a közösségen benne vagyunk,
Ezért a világ elmegy, megy a pusztulása felé. De mi újra és újra keresztényként el vagyunk hivatva arra, hogy ezt késleltessük, hogy hirdessük meg az Isten országát, hogy annak az értékenye szerint éljük meg a világunkat. Érthető ez a gondolatmenet? Megszabadít bennünket. Felszabadít bennünket a választásról. És én a püspök szavai néhány évvel ezelőtt mondott lelkészi gyűlésen, nagy lelkészi gyűlésen, szavai alapján megyek, az egyház nem pártpolitizálhat. Ki mondta, én meg szabad vagyok erre a felszabadításra, mert bizonyos pártok és a sorolta a neveket, hol lesznek néhány év múlva, mi Jézus Krisztus ügye mellett tettük le a voksunkat. Amíg ezt mondja a püspök, addig én szabadon mondom azt, amit már én is egyetértek. Mert az Isten legnagyobb, mindenek fölött való. Viszont engedjétek meg, hogy mielőtt még azt mondanánk, hogy de szép volt ez a prédikáció, vagy nem volt szép ez a prédikáció közösségről, csoportokról, társadalmi kérdésekről, engedjétek meg, hogy ez az ige bejöjjön, ami személyes világunkba is. Hadd jöjjön be ez az ige, és hadd mutassa fel, hogy mi velünk, és a mi életünkben mi a mi felelősségünk a hitvallás kapcsán. Ugyanis rendre politikai hírek, vagy politikainak mutatott hírek újra és újra ezt a játszmát játsszák el velünk. Ők és az ő erkölcsi bukásai, vagy éppen erkölcsi felemelkedéseik, és elfelelkezünk arról, hogy a hitvallás személyes is. Azaz, hogyan járulhat hozzá a te személyes életedben, a növekedésedben az, hogy gyakorold ezt a titkot, a hitvallás nagy titkát, igent mondani Istenre, és nemet mondani azokra az erőkre, amelyek Istennek képzelik magukat, de a te életedben nem lehetnek azok. És ahányan vagyunk, annyiféleképpen kísértettünk meg, vagy mutatja meg magát nekünk egy-egy erő, hogy nélküle, anélkül a helyzet nélkül, az ő segítsége nélkül, vagy az ő jelenléte nélkül az életünkbe szinte mi semmik volnánk. Hiszen ez az Istenség feladata, identifikáljuk magunkat a nálunk nagyobbhoz képest, megmutatja nekünk, hogy kik vagyunk, és hogy értékesek vagyunk. Vagyunk valakik. És az a baj, hogy sokszor nagyon szép dolgok válhatnak Istenné. Ilyen értelemben báványán. A termékenység fontos. Fontos volt ennek a népnek, hogy az a búza teremjen, és a felesége, a feleség gyermekeket szülni, ez egy szép dolog volt. De attól való félelemben, hogy mi lesz, hogyha ez nem lesz meg, mi lesz, ha nem leszek sikeres, ilyen értelemben menekült ehhez a kultuszhoz ez a nép. Könnyen összőmosódhatnak tehát. Előfordulhat, hogy egy családban egy gyermek, vagy a gyermekek olyan naggyá nőnek, kis istenekké növik ki magukat, akik minden szempontból meghatározzák a család életét. Legyen ez most gyermek, vagy unoka. Előfordulhat, hogy olyan pozíciót foglalnak el a gyerekek az életben, annak a szellemi, lelki közösségben, ahol azt mondjuk és azt valljuk már, hogy fontos számunkra Isten, egyértelmű, jelentőségteljes, de végül is az a valaki, aki itt van, rám van bízva, Isten bízta rám, elkezd nőni, elkezd magasabb emelkedni, és már mindig minden szempontból meg akarok neki felelni. Ő diktál, pedig talán nem is akar, vagy akarhat. Előfordulhat természetesen házastársi kapcsolata nézve is ez. Mindent a férjemért, mindent a feleségemért. Megrendítő példát hallottam nemrégiben, szeretném veletek megosztani. Hűséges házastársi kapcsolatban egy férj halálos beteg lett, és az utolsó napjai és hetei voltak hátra, és nem igazán gyakorolta a szeretetet, annak kifejezését felesége gyermekei felé. Ordoztak talán haragot a szívükben, nem is talán, a gyermekek is. De a feleség hűségesen járt be hozzá, kórházba is, olvasta neki az igét, napi igét,
nem volt bibliaolvasó ember a férj, nem volt imádkozó ember a fém, de a feleség hűségesen ápolta. A férj azt gondolta, hogy ez egy szeretett kapcsolat, az ő nem volt tisztában azzal, előfordul ez, nem csak ő velük, vagy a másik férj nem éli meg ezt olyan boldogan, de a feleség hűséges maradt, és imádkozó társa maradt ennek a nehéz esetnek. Halála pillanatai közelettével megkérdezte a feleséget, nem akarsz-e velem együtt meghalni? Nem akarod-e velem együtt, hogy az életed véget érjen? Drámai a kérdés. Mögötte van hosszú évtizedek kapcsolata, de kívülről nézve értjük, mögötte van egy önzés is. Ott és akkor ez egy érzelmi zsarolós kérdés. Kívülről mi okosak vagyunk. Belül milyen vívódás lehetett az asszonynak. Itt már egy férj, akit ápolok, már jó ideje, szeretem őt, imádkozok érte, itt van ezzel a kéréssel. Nemet mondott. Nemet mondott. Nem megyek el veled együtt most ezen az úton. Tudjátok, azért tehette ezt meg, mert bár nagyon sokat, minden energiáját odaáldozta az ápolásra szóló férjére, hűségesen teljesítette ezt, de mégsem a férje volt az Isten. Hanem az Isten volt az Isten. Nehéz példa. Engedjétek meg nekem, hogy most ezt behoztam ide. Vannak drámai, krízis pillanataink nekünk is, nektek is és nekem is. Amikor bejelentkezik valami erő, és azt kell mondjuk neki, hogy nem. Kapcsolati példákat hoztam. Hozhattam volna pénzügyi példát, hozhattam volna egy munkahelyi példát. Előléptetésről, aminek lehet, hogy ára van. Pénzügyi kérdésekről, ahol azt mondja a pénz, csak ő, senki más. Szoktam máskor erről is beszélni. Tegyetek hitvallást. Tegyetek hitvallást. És én is tegyek hitvallást. Isten az első az életemben, és lehet, hogy be fognak jelentkezni más erők, és akkor azt kell mondjátok, hogy nem. Igen, mondhatok, a legfőbbnek nemet kell mondani minden más erőnek. Óriási belső küzdelem ez. Az apja odalépett Gedeon mellé, és a kritikus pillanatban kisegítette. És megállt parancsolt a lincselőknek. Ha félsz, hogy a kritikus pillanatban, a nehéz helyzetben, munkahelyen, családban, bárhol, ott a lélek legmélyén, a hitvallásod majd próbára tesz, csak bízz és remélj. Jézus Krisztus a Szentlélek által melléd fog lépni. Meg fog erősíteni, és meg fogja mutatni neked, miért volt ez jelentőségteljes a te lelki növekedésed szempontjából. Amen. Gyertek, folytassuk mindezt imádságban, tennünk. Urunk, ez a hitvallás évszázados és mégis mai, miénk, kimondhatjuk, megvallhatjuk, énekelhetjük, felszabadíthat minket. Köszönjük, hogy a hitvallás szabaddá tehet minket emberektől, ideológiáktól, megrontó erőktől. Köszönjük, hogy a hitvallás magasra visz, és mi talán megijednénk, hogy ki fogod megtartani, hát éppen az, akiről a hitvallásunk szól. Köszönjük, hogy hitet adsz nekünk, elsősorban személyes, veled megtapasztalt élményeket, igéket, találkozásokat, amiket megvallhatunk magunk épülésére, mások számára, a te dicsőségedre. Köszönjük, hogy mindezzel a világ értelmezhetőbb és érthetőbbé válik. Köszönjük neked, hogy a hitvallásunk kapcsol össze minket, és éppen azért, mert a legfontosabban egyek vagyunk, a többieiben különbözünk, hát különbözhetünk. Minden olyan dolog, ami ezen túl van, amelyik emberi, abban felszabadítasz minket, hogy éppen ebben mutathatjuk meg a kereszténység erejét, hogy lehetünk különbözőek, de vallhatjuk ugyanazt a hitet benned, Jézus Krisztus, és ugyanazt az életformát, elsősorban saját magunkon, de mások fele is értetve.
Köszönjük ennek az erejét és szabadságát, és kérjük is most a bátorságért, hogy azokban az élethelyzetekben, baráti beszélgetésekben, ahol ki kell mondani valamit, ahol meg kell nyilvánulni világosan, ahol egyértelművé kell tenni az igazságot, akkor azt hagyd tegyük meg. Szent lelked által bátorítva, erősítve, és hogyha csak dirig darab is, ha esetlen is, akkor is adj nekünk bátorságot. Ha az a hitvallás, hogy máskor meg el kell hordozni valakit, akár hetekig, hónapokig, de hűséggel, hitben és szeretetben, akkor adj hozzá erőt újra, hogy szembe megyünk a félelmeinkkel akkor is. Ha az a bátorság, hogy meghallgatunk valakit, valakinek az évtizedes fájdalmát, és nem mindjárt kiokosítunk, akkor adj ahhoz is bátorságot. Szent lelked bennünket, felnőttekké hívott meg, és megadod nekünk abban az órában, hogy éppen mit vársz tőlünk. Ezért vagyunk nem birkanyáj, hanem a te néped, a te nyújjájad, a tiéd, akiket felnőttségre hívtál meg. Köszönjük ezt neked. Dicsérjünk ma is téged ezért. Felszabadultunk itt ma, szent lelked jelenlétében, a felelősségteljes emberi életre, kapcsolatainkban, társadalmi felelősségünket felvállalva, de mindenek előtt téged dicsőítve. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme, mennyei Atyánk szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás békességet. Egymást is köszöntsük, kívánjunk áldást, kívánjunk szép napot.